Faültetéshez készülnek elő Bátaszéken, a Kossuth utcában. Az önkormányzat most már évek óta folyamatosan energiát fordít arra, hogy a közterületeken fák kerüljenek elültetésre. Évekkel ezelőtt megkezdtük a Budai utcának a fásítását, és ennek a folytatása van most, ahol nem csak a Budai utcát fásítjuk, hanem a Kossuth Lajos utcát is. A most elültetésre váró 30 darab fát pályázati úton nyerte a város önkormányzata az Agrárminisztériumtól. A Budai utcában 18 darab díszalma és puszta szilcsemetét helyeznek ki, a Kossuth utcában pedig 12 darab közönséges nyírt és korai juhart ültetnek el. A munkákhoz szükséges eszközök egy részét is biztosította az Agrárminisztérium, úgy is, mint a támasztókarókat vagy a favédőrácsot. Az önkormányzat két évvel ezelőtt folyamatosan önerőből, saját forrásból telepítette a fákat, ahogy elmondtam már a Budai utcában. Az idén ugye ez a helyzet állt elő, sikerült pályázaton nyerjük ezt a 30 darabot. Én azt gondolom, hogy a következő években is folytatni fogjuk a fásítási programot, vagy pályázat útján, pályázatból elnyert fákkal, vagy pedig a saját forrás terhére. A projekt célja, hogy népszerűsítse a vidékfejlesztési program erdőtelepítési támogatásait és javítsa a települések környezeti állapotát. A statisztikák szerint Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két évben az országfásítási programmal adott új lendületet az agrártárca.